Kampány videó hívja fel a figyelmet a stroke legjellemzőbb tüneteire. Ezek az arc, a kar vagy a láb általában egy oldalon fellépő hirtelen érzéktelensége, az egyik testfél zsibbadásai, hirtelen kialakuló beszédértési, hangképzési zavar, egyensúlyvesztés, mozgási problémák. Ezek mellé szinte minden esetben elviselhetetlen fejfájás társul. Idehaza 15 ezeren halnak meg szélütés következtében évente. A Tünet Együttes Világnapja október 29-e, ekkor hívják fel a figyelmet a veszélyeire. A Szekszárdi Balassa János kórház osztályvezető főorvosa korábban azt mondta, szinte minden nap visznek be hozzájuk ezt elszenvedő beteget. A betegeink, a bentfekvő betegeinknek döntő 60-70%-a, azt kell, hogy mondjam, vagy ismert sztrókos, vagy akut, most kialakult sztrókkal kapcsolatban fekszik az osztályon. Tehát nagyon számottevő, azt tudom mondani. A főorvos szerint a tünetek észlelésekor azonnal mentőt kell hívni, mert a kezelés megkezdésére mindössze 3-4 óra áll rendelkezésre. Abban van óriási előrelépés az elmúlt 1-2 évben, hogy a Pécsi Idegsebészeti Klinikán kialakult egy olyan munkacsoport, amely a nap 24 órájában képes arra, hogy mechanikusan is ezt a vérrögöt eltávolítsa, hogyha ez az intravénás erőoldás nem vezetett eredményre. A Magyar Stroke Társaság elnökét telefonon értük utol. Dr. Szapári László azt mondja, a szélütés hátterében alapvetően egy agyi érelzáródás áll, amit a legtöbbször vérrög okoz. A beteg ebbe súlyos esetben bele is halhat, de ha kezelés nélkül éli túl, akkor is örök életre lebénulhat. A stroke-nak vannak úgynevezett rizikófaktorai, ezek egy része azt lehet mondani, hogy nem befolyásolható, tehát ugye az egyik legerősebb rizikófaktor az öregedés. Tehát minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb esélyünk van stroke-ot elszenvedni, tehát ezzel nem tudunk sajnos változtatni, meg vannak nyilván olyan genetikai tényezők, amik szintén nem igazán befolyásolható. Az életmódunkra való odafigyeléssel viszont sokat tehetünk a megelőzés érdekében. A szakértő szerint az elkerülhető rizikófaktorok közé tartozik például az elhízás, a dohányzás, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség.